Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol megnézzük az ő gondolatait, érzelmeit, azt is, hogy mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. Először is megnézzük az ő gondolatait. Az itt középen felül és alul látható. Mindkét képen a kelyhek vannak. Itt is, és itt is. A kelyhek szimbolizálják az érzelmeket. Ha te egy hölgy vagy, akkor megjelensz a gondolataiban, mint egy királynő. És ő tudja azt, hogy te szereted őt, hogy kimutatod az érzelmeidet. Lehet, hogy úgy gondolja, hogy vannak elvárásaid is, hogy ő is mutassa ki az érzelmeit. Ezt megteszi, hiszen itt van az ő kezében is ez az arany kehely, és ez jelenti az érzelmeket. De ő még olyan kis bizonytalan. Közeledik hozzád, ki fogja mutatni az érzelmeit, de nem úgy, mint egy király, hanem mint egy, mondhatnám úgy, mint egy kisfiú. És hogyan érzi magát az itt látható bal oldalon? A hold jelentheti az anyukáját. A hold jelentheti az anyai érzelmeket is. De amit a hold még jelent, ezek az álmok, az álmodozások, a vágyak, az elképzelések. Tehát mély érzelmei vannak veled kapcsolatban, de azért nem meri igazán kimutatni azt, hogy mit érez irántad. Itt látható, hogy ugrik néha úgy előre, és kimond olyan dolgokat, amit később megbánt. Lehet, hogy a múltban többször megbántott téged, és akkor így visszahúzód olyan titokzatos, de az is lehet, hogy van egy kis konfliktus közte és az anyukája között. De visszatérve rátok, azért itt a varázsló majd segít, és ő érzi azt, hogy megvan ez a varázslatos vonzalom kettőtök között. És mit fog tenni, az itt jobb oldalon látható, ez a kerék jelenti a sors kerekét. És a sors kereke mozog. Jelent sors döntő változásokat. Itt az egész világ jelenthet egy utazást. Sőt, itt is ez a mozgás jelenthet változásokat, vagy utazásokat, hogy ő közeledik hozzád, vagy szeretné azt, ha te látogatnád meg őt, vagy lesz egy közös utazás. És most megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Érdekes, hogy ugyanaz a kártya csomag van, mint ahogy itt látható, csak kicsiben. Én imádom ezeket a mini kártyákat, mert jobban lehet ezt keverni. Itt valaki beleavatkozik a dolgokba. Van, amikor ez előnyös, van, amikor hátrányos. Mivel a hold jelenti néha az anyukáját, lehet, hogy az anyukája intézkedik itt, beleavatkozik a dolgaitokba. De ezek lehetnek más befolyások, külső befolyások is.
Itt azért van nála egy kis húzavona, nem tudja hogyan tovább. Az is lehet, hogy mindenütt aktív, és nem tud nemet mondani, emiatt kimerült, fáradt, de ő meg fogja találni a varázsló segítségével a belső egyensúlyt, és megtanulja azt, hogy bizonyos helyzetekben bizony nemet kell mondani. Itt az érmék jelentik az anyagiakat, vagy a munkahelyet, de jelentik a belső értékeket is. Itt a háttérben megjelennek, mint egy kerítés. Ő ezzel a mozgással türelmetlen siettetni akarja a dolgokat, de ez nem vezet előre. Kellene a belső nyugalom, a belső egyensúly, és türelmesnek kellene lennie. Akkor javul a helyzet a munkahelyen is, meg köztetek is. Itt megjelenik, mint egy király, és kimutatja a tűz elemét, a bátorságát, a lelkesedését, a szenvedélyeket. Itt lesz kapcsolat kettőtök között, beszélni fogtok egymással, lesznek változások, tervek, döntések, sőt, lehet, ami a munkahelyet illeti, egy bizonyos szerződés, esetleg lehet adásvételi szerződés is. Itt is a tűz eleme van, ugyanúgy, mint itt. Néha vannak korlátozások, amikor nincs meg az élet ereje ahhoz, hogy bebizonyítsa magát, de mégis itt néha megjelenik, mint egy király, összeszedi magát, és arra gondol, de igen, most tényleg ki kell mondani a véleményemet, be kell bizonyítani magamat, mutatnom kell a bátorságomat. Az is lehet, hogy más helyzetben inkább olyan visszahúzódó, és érzi azt, hogy itt korlátozások vannak, és nem mer nemet mondani, de veled szemben viszont olyan, mint egy király. Az ő jelenlegi helyzete, itt elhagyja a könnyek mezejét, lezár bizonyos dolgokat, ami eddig elszomorította őt, és közeledni fog hozzád. És a te jelenlegi helyzeted? Néha vannak olyan pillanatok, amikor úgy érzed, hogy minden összeomlik, nem tudod, hogy mit akar, kicsit bizonytalan vagy, a múltban néha megbántott téged, de bízd meg benne, jönni fog, ki fogja mutatni az érzelmeit, és vannak tervei veled kapcsolatban. És itt középen látható a magyar kártya, amit a férjem készített, itt egy bizonyos betűről és a régi írásmódról, az úgynevezett rovás írásról van szó. L betű. Mit jelent ez az L betű? Ezt leírhatod a kommentárba. Ami nekem eszembe jut, lilafüred, lángos, Lajos, László, Lilla. Most nem jut eszembe más név, de ha neked még valami eszedbe jut, akkor örülnék annak, ha leírnád a kommentárba. A régi írásmód itt van középen, aminek van egy szimbolikus jelentése is. Ez olyan, mint egy sátor. Ez természetesen jelentheti szimbolikusan az otthonunkat,
de itt a sátor bejáratánál le van zárva valami, hogy gondolkodjunk el azon, hogy kit engedünk be az életünkbe, vagy ki látogathat meg bennünket, és ki nem. És ez volt a felvétel, amennyiben tetszett a videó. Örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!